Sziasztok, könyvmolyok, ez itt a Borító Alatt csatorna. Én Rita vagyok, és hoztam nektek egy újabb ajánlót. A mai könyvünk nem más, mint Virginia Woolf-tól a Mrs. Dalloway című regény. Ez a könyv a Nincs időm olvasni kihívás közös könyve november hónapban, aminek a témája egyébként egy Londonban játszódó történet, és ebbe illik bele tökéletesen a Mrs. Dalloway, hiszen végig Londonban járunk, a Westminster negyedben leginkább, tökéletes városi leírásokat olvashatunk, engem egyébként ez fogott meg a legjobban a könyvben. De mielőtt belemegyünk a sztoriba, mesélek egy nagyon picit az írónőről. Engem nagyon meglepett az ő élettörténete egyébként. Nem is gondoltam, hogy nála voltak ilyen lelki sérülések, azt meg végképp nem gondoltam, hogy öngyilkos lett. És az is megdöbbentő, hogy mennyire tudatos volt ez az egész öngyilkosság. Írt egy gyönyörű szép búcsúlevelet is a férjének. Ez egy picit más megvilágításba helyezi egyébként az egyik szereplőnek a gondolatfolyamát. Nagyon tanulságos szerintem beleolvasni az ő élettörténetébe. 1882-ben született Virginia Woolf Londonban, és 1941-ben halt meg. A 20. századi modern irodalom egyik vezető alakjaként tartják őt számon, mint esszéista, regényíró, novellista, volt ő kritikus is, könyvkiadót is alapítottak a férjével, illetve feminista alapvetően, de ez szerintem egészen jól érződik már ebből az egy könyvéből is. Ő egy felső középosztálybeli családba született, az édesanyja ő Indiában született, és később költöztek Angliába, ez is megjelenik egy bizonyos szinten a könyvben egyébként, de Londonban nagyon sokat éltek, és emiatt legtöbb művének ez is a helyszíne. Az édesanyját viszonylag korán elveszítette, emiatt volt ott egy nagyobb idegösszeroppanása, illetve voltak depressziós periódusai is, amikor az édesapja meghalt, akkor is rátört ez a depresszív hullám, és ezek egész életére hatással voltak ezek a hangulatingadozások, illetve a mentális betegsége. És ahogy mondtam, öngyilkos lett 1941-ben, és ezt annak tudják be, hogy 1940-ben bombatalálat érte a londoni lakásukat, ami bizonyára nagyon megterhelte őt. Szerintem nézzetek rá Wikipédián a nevére, keressetek rá, mert ott van ez a gyönyörű szép búcsúlevél is, teljesen sokkolt az, amit itt olvastam. Még a munkásságáról annyit, hogy rengeteg regénye, novellás kötete és egyéb ilyen prózai műve jelent meg. Magyarul is 19 ilyen tétel van felsorolva, amik megjelentek. Én azt gondolom, hogy egy nagyon termékeny írónő, biztosan érdekes az ő egyéb munkássága is, de még mindig a történet előtt beszéljünk a borítóról, aminek a változatossága szintén mutatja azt, hogy Virginia Woolf így elő-elő kerül az irodalomban. Én a Helikon zsebkönyves verziót olvastam, ami egy viszonylag egyszerű, piros borító, a hátulján egy csokor elhervadt rózsával, az elején pedig egy óra van, aminek a jelentőségére viszonylag hamar rá tudunk jönni, és egyébként szerintem ez egy nagyon szép borító, azt kell, hogy mondjam. Viszont, ami még gyönyörűbb, az az új kiadás, a libertines verzió. Gyönyörű szép, annyira tökéletesen eltalálták a színek harmóniáját, ezt a gyönyörű szép kötést. Nekem hatalmas szerelem egyébként ez a fajta kiadás, és magához a libertines életérzéshez is nagyon jól passzol. Nagyon jól mutat a Pendragon mellett is, amit ugye szintén ők adtak ki ebben az évben. Úgyhogy egy nagyon szép sorozatot össze lehet majd szerintem gyűjteni ebből. Ha ezt a minőséget tartják, akkor ez tényleg a polc dísze lehet bárkinek, ez nem csak könyvmolyoknak, mert tényleg gyönyörű szép. Ez kb. Hasonló ahhoz, mint ahogy az új kiadású vernék vannak, hogy egyszerűen szép végignézni a polcon, hogyha ott vannak fönt ezek a kötetek. Szerintem gyönyörű szép, és megéri megvenni ezt a verziót. A fordítás egyébként ugyanaz, tehát szövegi eltérés nincsen a két kiadás között, leginkább tényleg csak a külcsínyben van különbség. A Helikonos zsebkönyves kiadásban 287 oldalas ez a regény, ez egy tudatfolyam regény, a lélektani regényeknek az úttörője, ez a regény, illetve alapvetően Virginia Woolf is, bár ez az első megjelent regénye, úgyhogy a Mrs. Dalloway valóban egy úttörőnek számító történet. Nagyon sok lélektani résszel, kevés
akcióval, és igazából emiatt nem is tudom, hogy kell-e vagy nem kell-e ezt a spoiler dolgot elmondani, végül is nem történik szinte semmi ebben a könyvben, és mégis végigolvassuk ezt a 200x oldalt, talán pont azért, mert nincsenek fejezetekre osztva, így tényleg visz magával, és az egyik pillanatban még Clarissa Dalloway-nek a gondolatait olvassuk, a következőben már Peter Walsh-ét, következőben már Septimus-ét, és emiatt alapvetően is nehéz úgymond letenni, mert ha már benne vagy a következő gondolatsorban, akkor azt már végig akarod olvasni, és így nehéz egy szünetet találni az egészben, ezért is mondják azt, hogy ez egy gondolatfolyam regény, mert hogy nincsen elválasztás benne, nincsenek tagolások, az a legjobb, hogyha az egészet egyben el tudja olvasni az ember. Bár akkor meg talán nem tudunk úgy fókuszálni a szövegre. De az sem jó, hogyha túl sűrűn akadsz meg olvasás közben, mert nagyon könnyű kizökkenni, és mivel van bőven sok szereplő benne ahhoz, hogy összezavarodj, emiatt meg kell találni az arany középutat, hogy ne legyen túl darabos sem, és visszatalálj a történethez, de ne legyen túl tömény sem, hogy tud érteni azt, amit olvasol. Nem tudom, mennyire sikerült ezzel felkeltenem az érdeklődéseteket, de én azt gondolom, hogy ez a könyv mindenképpen megérdemli a figyelmet. Az, hogy kiben, hogyan csapódik le, az már egy teljesen szubjektív dolog. Nem sokára hozom a kibeszélőt, ahol részletesebben elmondom az én olvasatomat, illetve az én szubjektív véleményemet erről a könyvről. Tartsatok velem majd akkor is, illetve tudtok követni a Facebookon, illetve az Instagram oldalon is, borító alatt néven vagyok fönt, a leírásban megtaláljátok a linkeket hozzájuk, kövessetek ott is. Kitettem ide nektek két videót is, amit meg tudtok nézni, hallgatni, hogyha a csengőgombra kattintatok, akkor nem maradtok le az újabb tartalmakról sem. Én addig is olvasok tovább, nem sokára jelentkezem a Dalloway kibeszélőjével, úgyhogy legyetek jók, olvassatok sokat, sziasztok!